Bálint Tíme a 3 évvel ezelőtt érettségizett, azon a nyáron nem vették fel a Pécsi Egyetem általános orvosi szakára, de pótfelvételin egyáltalán nem gondolkodott, mert a költségtérítéses képzést nem tudta volna finanszírozni. Bálint Tíme azóta már másodéves orvostanhallgató, az érettségi után 1 évvel újra letette a vizsgáit és sikeresen felvételizett. Pécsre járok, és az a helyzet, hogy a költségtérítéses szakon nem is gondolkodtam, mert ahova én járok szakra, ott rendkívül drága, tehát majdnem 1 millió forint egy fél év. Bálint Tímeával ellentétben azonban sokan döntenek úgy, hogy kihasználják a pótfelvételi lehetőségét. Idén a Kodolányi János Főiskola összes képzésére lehet ilyen módon jelentkezni. Az intézmény rektora azt mondja, pótfelvételi eljárással évente átlagosan 5-600 hallgató kerül be a rendszerükbe. Szabó Péter arra biztatja a fiatalokat, hogy bátran jelentkezzenek az iskolába, mert várhatóan jelentősen lecsökkennek a felvételhez szükséges ponthatárok, különösen a székesfehérvári képzőhely szakjain. Jó képességű, minket első helyen választó diákoknak szeretném elsősorban azt mondani, hogy jöjjenek bátran, mert a pótfelvételin már nem lesz ilyen irdatlan magas a pontszám, és idén valószínűleg ez a rendszer utoljára fog működni. Tehát 350 pontos diákok már nem került ebbe a Kodolányi János Főiskolára, és ők még nagyon jó képességű diákok. A pótfelvételikre augusztus 9-éig jelentkezhetnek a leendő hallgatók. Az ehhez szükséges dokumentumokhoz az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán juthatnak hozzá az érdeklődők, de jelentkezni elektronikus formában is lehet. Pótfelvételizni kizárólag egy intézmény, egy költségtérítéses szakjára tudnak a fiatalok.